tisztelt házképviselőtársaim, a Mi Hazánk képviselő csoportjából Dúró Dóra képviselőasszony, az országgyűlés alelnöke jelentkezett napi rendelőtti felszólalást. A parancsoljon, alelnök asszony, jön a szó. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Egy gyermekbántalmazási ügyről szeretnék beszélni önöknek, amely egy aszódi iskolában történt, ahol 2-3 agresszor gyakorlatilag rettegésben tartja az osztálytársait, és az iskola igazgató írásba adta, hogy nem tudja garantálni a bántalmazott tanulóknak a testi épségét az iskolában. Az érintett gyermek szülője novemberben már jelezte az osztályfőnöknek a bántalmazásokat, de semmi nem történt ezt követően. Januárban ismételten fotókat csatolva a bántalmazott gyermekről jelezte az osztályfőnöknek, hogy milyen zúzódásokkal érkezik haza az iskolából a gyermek, de továbbra sem történt semmi. Február 14-én odáig fajult az ügy, hogy a gyermeket orron ütötte egy osztálytársa, és az orrából letört egy darab. Az egészre azért derült fény, mert nem tudták az iskolában elállítani az orrvérzést, és ezért a 60-i kórház sürgősségi osztályára szállították, de a gyermek annyira meg volt félemlítve, hogy nem merte elmondani az orvosoknak sem, hogy egy bántalmazásról van szó, hanem azt mondta, hogy csupán egy balesetnek a következménye. Az orvos volt az, aki felismerte, hogy ez a sérülés nem származhat balesetből, hanem agresszióról van szó, és csak ezt követően merte még az orvosoknak is elmondani a gyermek, hogy miről is volt szó. Ezt követően a 60-i kórház tette meg a feljelentést, tehát egy rendőrségi ügy is lett az egész dologból, majd az osztály többi tagja is egy hétre rá, rendkívül nehéz lelki gátakat felszakítva bemerte vallani az igazgatónak, hogy őket is bizony sorozatos bántalmazás éri az iskolában. Volt olyan lány, akit hasba rúgtak, mások megverésére kényszerítettek gyerekeket, azzal fenyegették őket, hogyha nem verik meg a társukat, akkor őt fogják megverni. Leköpködték a gyerekeket, illetve verbálisan úgy bántalmaztak egy lányt, hogy azt mondták neki, hogy az édesanyja azért lett öngyilkos, mert nem tudta elviselni, hogy ilyen ronda lánya van. Miután ez az iskolaigazgató tudomására jutott, képzeljék el, hogy nem történt semmi. Ezeknek a gyerekeknek hetekig továbbra is az őket rettegésben tartó osztálytársaikkal együtt kellett és kell iskolába járniuk. Tudott az esetekről a tankerület, az iskolaigazgató, a szakszolgálat, a rendőrség, és mégsem tett senki semmit. Sőt, tudják, hogy mi lett a történet vége? A bántalmazott gyermeket kellett, hogy kivegyék a szülei az iskolából, mert a fegyelmi eljárás következményeként gyakorlatilag a bántalmazók semmilyen büntetésben nem részesültek, továbbra is az egyik felbújtó például, és maga, aki az orrtörést is elkövette, maradhatott ebben az osztályban. És ez az eset, mint csepp a tengerben mutatja, hogy milyen ez az oktatási rendszer, és milyen a gyermekvédelem Magyarországon 30 éve. Hogy lehet az, hogy egy iskola igazgató írásba adja a szülőnek, hogy nem tudja garantálni, hogy a gyermeke nem lesz kitéve továbbra is verbális és fizikai bántalmazásnak? Hogy történhet meg ilyen Magyarországon? Hogy lehet iskolaigazgató valaki, aki képes ezt nem csak elmondani, hanem leírni a szülőnek? Úgy, hogy a Nógrád vármegyei közgyűlés fideszes elnökének a testvére például. És egyedül a Mi Hazánk mozgalom az, aki felemeli a szavát az ilyen esetekben, és mi mondjuk azt, hogy nem tartható fenn az a helyzet, ami 30 éve a szocialista kormányok és a fideszes kormányok alatt is folyik, mert igazságtalan, hogy az áldozat családjának kell venni a sátorfáját és elmenni egy másik iskolába, mert a magyar állam képtelen arra, hogy egyébként a köznevelési törvényben is lefektetett biztonságos, egészséges, a testi épségét garantáló nevelésben részesüljön egy gyermek egy iskolában. Felháborító, ami a magyar oktatási rendszerben folyik. És egy agresszort el kell ilyenkor távolítani, akkor is, hogyha éppenséggel lakatosnak hívják, mint ebben az esetben.
Mert nem tűrhető tovább az, ami itt folyik Magyarországon, hogy egyesek azt gondolják, hogy megtehetik azt, hogy beverik az orrát az osztálytársuknak, mindenki falaz nekik, a rendőrség nem tesz semmit, visszahívást ígér az áldozat édesanyjának, majd nem hívják vissza, hogyha pszichológust kell keresni az édesanyjának, akkor 17 helyre kell telefonálni, mire egy pszichológus szóba áll vele, mert senki nem akar rendőrségre meg bíróságra mászkálni. Felháborító, igenis szegregációra van szükség. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, alelnök asszony. A alelnök asszony elhangzott napi rendelőjéti felszólalására Rétveri Bence miniszter helyettes államtitkár úr válaszolt. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház. Két részre bontanám a válaszomat. Az egyik a dolognak a racionális részével, a másik pedig az érzelmi részével foglalkozna, hogyha megengedi. Először is, ahogy ez talán már ezen a héten is elhangzott számtalanszor itt a parlamentben, nagyon fontos, hogy minden szülő, amikor beküldi az iskolába a gyerekét, akkor úgy érezze, hogy a gyermeke biztonságban van. Számtalan jogszabályt hoztunk pontosan azért, hogy a gyermekek is, a pedagógusok is, mindenki biztonságban érezhesse magát az iskolában. Ezért módosítottuk a büntetőtörvénykönyvet is, hogy jobban védjük a pedagógusokat is bármilyen iskolai agressziótól, és ezért szigorítottuk a gyermekek, fiatalkorok sérelmére elkövetett bűncselekményeknek is a büntetési tételét, hogy a gyermekek is nagyobb biztonságban legyenek az iskola falain belül. Azért, hogy az iskolákban helyben is ott legyen valaki, aki ez egy diák, vagy egy szülő fordulni tud, vagy akár egy tanár fordulni tud, hogyha vele szemben agresszíven lépnek föl, vagy bántalmazzák, vagy fenyegetik, ezért vannak ott az iskolaőrök. Ezért minden iskolában, ahol kérték, hogy legyen iskolaőr, kiképzett, erre felkészített, nyilván a helyi konfliktusokat, akár verbális, akár fizikai konfliktusokat kezelni tudó embereket küldtünk oda, pontosan azért, hogy mindenki biztonságban érezhesse magát, senkinek, se gyereknek, se pedagógusnak ne kelljen attól félni, hogy valami bántódásra esik. Nem tudom, hogy ez az iskola, amelyikről ön beszélt, igényelte az iskolaőrt vagy sem. Az iskolaőr pontosan ezért van, hogy akár a gyerekek közötti verekedést, akár a tanárokkal szembeni agressziót, bármilyen ilyen agressziót igyekezzen megelőzni. És ahogy arról itt szintén a héten már itt a parlamentben volt szó, direkt ezért hívtuk föl minden iskolába kihelyezett plakáton a gyerekek figyelmét, a gyermekvédelmi, gyermekjogi képviselőkre a 0686200055-ös számon, hogyha bárkivel szemben ilyen történik, tudjon ezzel kapcsolatban fellépni. Amit lehet, a továbbiakban is meg fogunk tenni a gyermekek védelmében, mert ez egy rendkívül fontos kötelezettségünk. Ennyit a dolognak a racionális részéről. A másik, én úgy érzem, hogy az ön felszólása ugye a részben arról szólt, hogy valóban meg kell védeni nagyon helyesen minden gyermeket az iskolákban, de inkább a szegregáció melletti indulatos kiállás volt, és ezáltal nyilvánvalóan a cigánysággal szembeni hangulatkeltés vagy érzelmeknek a felkorbácsolása. Tisztelt képviselőasszony, nyilván ezért mondta, hogy lakatos a vezeték neve, ezért mondta, hogy szegregáció, mert ezt írta körül egy ilyen kis jobban becsomagolt módon, hallottuk már ezt durvában is, ön legalább adott valamiért a formára. Ez viszont egy nagyon fontos kérdés, és valóban mi úgy gondoljuk, hogy ezzel foglalkozni kell, hiszen az, hogy az iskolában van egy ilyen helyzet, azt valószínűleg az eredményező, egyébként valószínűleg a településen is van egy hasonló helyzet, és ami az iskolában történik, nyilván nem csak a gyerekek között van egy ilyen agresszív helyzet, hanem lehet, hogy a településen is, akár a szülők között is, ha nem is fizikai konfliktus, de lehet, hogy feszültség tapasztalható. Ezt viszont mi nem az önök és az SZDSZ által, a liberálisok által vitt alapjogi modellen, különböző társadalmi csoportok egymással szembefordításában látjuk ennek a jövőjét, nem a korábban látott jogi küzdelemként, hanem mi úgy gondoljuk, hogy ebben az a fontos, amit mi a jelenlét programmal viszünk, amit a munkahelyteremtéssel viszünk. Azzal, hogy 1 millióval több munkahely van Magyarországon, annál többeknek van rendszerezett munkarendje, ennyivel több gyermek látja azt, hogy a szülei felkelnek reggel korán, felhúzzák az ébresztőt és elmennek a munkájukra, ők pedig az iskolába. Ezzel tudunk ebből a helyzetből kijönni, tisztelt képviselőasszony. Ez az az irány. Vagy amit a
a 300 legnehezebb sorsú településen a Mátrai Szeretett Szolgálattal és más szervezetekkel együtt csinálunk, hogy oda megyünk és olyan segítséget adunk neki, amire szüksége van. Az egyik településen létrehoztunk egy energiaközösséget, közös napelemmel, amibe akkor csatlakozhattak bele, akinek előre fizető mérőórája volt, hogy ne halmozzon föl nagy hátrány közműórákban, hanem ő is figyeljen oda a fogyasztásra, hogy járjon képzésre, hogy létrehoztunk biztos kezdett gyerekházakat, hogy létrehoztunk újabb játszótereket, ahol mondjuk a karitatív szervezet munkatársai és a szülők ott tudnak találkozni, és tudnak nekik segíteni ezen az úton. És először kisbuszt vettek, hogy bevigyék őket a munkahelyre. Amikor már egy-két éve dolgoztak, akkor nem kellett a kisbusz, mert már kinek-kinek volt autója, és azzal tudott bemenni, akkor másfajta támogatásra volt szüksége. 300 településen 300 féle megoldással lehet ugyanazt csinálni, mint a liberálisok önöknek, csak pont ellenkező előjellel. Lehet abból politikai tőkét kovácsolni, hogy bárki ellen uszítanak Magyarországon, magyarul beszélő magyar emberekkel szemben, és a cigányok között is nyilván vannak olyan emberek, akik szorgalmasabbak, vannak, akik kevésbé azok, mint hogy a magyar emberek között is vannak szorgalmasak, kevésbé szorgalmasak. Amit ön mond, az a feszültségkeltésre alkalmas, de önöktől valódi megoldást az önök által vezetett települések egyikén sem láttunk. Hangoskodni, kiabálni tudnak, az önök által vezetett településeken megoldásokat, jó példákat mutatni egyet sem. Ezért nem érdemes önökre hallgatni ebben a témában.